Ezek az iskolás fiúk és lányok úgy tűnik, jól érzik magukat a katonai expedíciós táborban. Rendkívül változatos feladatokkal ismerkedhetnek meg játékos formában, igazi felnőtt katonák segítségével az Élményzóna Egyesület szervezésében. Van olyan gyerkőc, aki már többféle táborban járt, de idén próbálja ki először a katonait. Jól érzem magamat, és azért jöttem, apukám akarta, és még azért, mert tetszenek a fegyverek, és majd talán a katona munka az egy esély, hogy majd talán, amikor nagy leszek, akkor lehet, hogy egy katona leszek. Balra át! Nekem eddig az aknás rész tetszett, megnéztük még ott a fegyvereket, és most egy akadálypálya fog jönni. Ebben a katonai táborban általános iskoláskorú lányok és fiúk is részt vehetnek, és ismerkedhetnek a katonai élet érdekes, kihívást jelentő életével. Többek között találkoztatnak olyan feladatokkal, amelyeket később a civil életben is felhasználhatnak. Ilyen például az elsősegélynyújtás, a csomókötés, a menedéképítés, vagy a tűzgyújtási technikák, mondta Horváth András, az Élményzóna Egyesület elnöke. Éppen a katonai akadálypálya van, ahol mondjuk egyik helyen végigmennek egy aknamezőn, a másik helyen egy speciális A pontból B pontba el kell jutni és leküzdeni a katonai akadálypályát. A harmadik az egy fegyverbemutató, úgynevezett fegyversimogató, és a negyedik pedig az airsoft lövészet, úgyhogy lőnek is a gyerekek, egyébként nem egymásra, hanem célra. Nem a katonai életnek a megtapasztalása itt az a lényeg, hanem egyfajta katonáskodás. Mindenki gyerekkorában szeretett versenyezni, vetélkedni, azt itt megtalálja, ráadásul mi az élményzónás táborokban pedig általában az együttműködésre, a bajtársiasságra és a probléma megoldásra is fektetünk hangsúlyt. A szülők jelzését, kérését is figyelembe veszik, mivel a gyermekek jelentős része folyton csak nyerni szeretne, nem tudják milyen veszíteni, ezért a kudarc tűrő képességük szinte teljesen hiányzik. Itt ezt is megtanulják. A PTE botanikus kertje pedig kiváló természetes terep számukra, teszi hozzá Horváth András. Bizony, itt a katonai expedíciós túlélőtáborban vannak versenyek, és nem titkolta, nem csak együttműködésre épülő játékok vannak. Mi nem féltjük annyira a gyerekeket, a szülők bíznak bennünk, a szülők se féltik a gyerekeket, és pont ezekre a kihívásokra van szükség, hogy az életben majd úgyis megtapasztalják, hogy bár megtesznek sok mindent az élet minden területén, akár a tanulásban, akár a sportban, de hogyha beleteszik magukat teljesen, akkor is érhetik őket váratlan kudarcok, nem biztos, hogy mindig nyernek az adott mérkőzésen, az adott játékban, az adott sportágban, és ez bizony egy próbatétel számukra. 2005 óta létezik az Élményzóna Egyesület a PTE keretein belül. A táborokat 2016 óta szervezik. Ez alatt az idő alatt több tízezer gyerek megfordult a táborokban, sőt volt olyan is, amikor egy iskolai kalandnap alatt 660 iskolás vett részt a programban, fűzte hozzá az Egyesület elnöke. A táboroknak a legeslegelején vannak úgynevezett közösen kialakított szabályok a kalandtáborokban, és egyébként az angol kalandtáborban is. A katonai táborok pedig még nagyobb a fegyelem, ott pedig vannak általunk meghatározott szabályok is, nem csak közösen kialakítottak, hanem amit elvárunk a gyerkőcöktől, mert azért a katonai tábor mégiscsak egy kicsit szigorúbb, mint a többi. A szülők ezt várják, igen, amikor elesik a gyerek, akkor ne az legyen, hogy sír, meg egyébként nyugodtan sírhat, de katona dolog, tehát szokják meg azt, hogy katona dolog, hogy nem történt semmi akkora nagy probléma, nincs itt a világ vége, föl kell, letisztítja, leporolja, és természetesen van nálunk elsősegély nyújtó felszerelés is, és képesek vagyunk rá, úgyhogy, de nem volt idáig semmi. Öt napos turnusokban lehet táborozni, nem csak a katonai expedíciósba, hanem van kalandtábor, mely angol nyelven is lehetséges, és pályaorientációs tábor is. További információ az élményzona.hu weboldalon érhető el.